Az önkormányzati törvény kötelező feladatként határozza meg a települési önkormányzatok számára a helyi közösségi és közművelődési tevékenység támogatását. Részletezi a közművelődési szolgáltatások biztosítását, előírva tartalmának, szervezeti formájának, az intézmények gazdálkodási jogállásának, valamint finanszírozási módjának önkormányzati rendbelemben történő meghatározását. Ehhez igazítja rendeletét Sárospatak város önkormányzata, melyhez jó alapul szolgál az idei évben elfogadott kulturális stratégia. A Humán Bizottság elnöke azt mondta, a már korábban meghatározott célkitűzéseken túl erőteljesebben jelennek meg azok a fejlesztési pontok, amelyek a szakmai koordináción túl a város kulturális hagyományait, történelmi múltját, valamint a közösségi értékeket kívánják újraértelmezni a közbélemény előtt erre épül rá, hogy mi a város lakosainak és civil szervezetének az igénye a kultúrai szolgáltatással kapcsolatban. Ezek lettek pontokba foglalva, figyelembe véve a Műldésháza és könyvtára SMS, tehát előírásait, hogy mit köteles szolgáltatni, emellé természetesen anyagi ö, erőt is kell rendelni, ezeket tartalmazza ez a javaslat, mint, mint egy 18 pontba fogalmazzuk meg, a mi feladatunkat, mint önkormányzat, és fogalmazzuk meg azokat, hogy mi az, ami kérhető egyénektől, civil szervezetektől. A bizottság tárgyalta és jóváhagyása javasolja az önkormányzat, valamint a Sárospatak és környéke turizmusáért egyesület között megújítandó együttműködési megállapodást is. Az elmúlt években nagyon-nagyon jó kapcsolat alakult ki az önkormányzat és a civil szervezet között. Ezt tovább szeretnénk javítani, és minden olyan turisztikai rendezvényen, turisztikai megmozduláson, ahol a várost tudjuk reklámozni, segíteni. Legyen ez írott vagy, vagy kiállításokra való elmenetel, mint hogy az elmúlt évben a város közösen fogja ezt tenni ezzel a szervezettel, hisz a cél közös, minél több turistát idehozni Sárospatakra. A Humán Bizottság tagjai zárt döntöttek a Jó Tanuló Jó Sportoló önkormányzati kitüntető cím adományozásáról. A beérkező javaslatokat véleményezték és megtették felterjesztésüket. Szintén támogatták azoknak a helyi fiataloknak a kérelmét is, akik az Árpádvezér Gimnázium Arany János tehetséggondozó programjában kívánnak részt venni.